A vastag és végbéldaganatok száma az elmúlt években drámaian megnőtt, mára-már a férfiaknál és a nőknél is a második leggyakoribb rákos megbetegedésnek számítanak Magyarországon. Évente majdnem 9000 új esetet diagnosztizálnak az orvosok, és körülbelül 5000 ember veszti életét a kór következtében. Köszöntöm a stúdióban dr. Vagács Tibor, sebész, gasztroenterológus, szakorvost. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Ön szerint mi az oka ennek a drámai növekedésnek? Miért egyre nagyobb a betegek száma? A drámai növekedés okai szerintem több tényezőre vezethetők vissza. Egyrészt a orvosi szempontból a diagnosztikai módszerek egyre tökéletesebbé válása által egyre nagyobb számban kerülnek felfedezésre ezek a kórformák, illetve tisztázódik meg esetleges haláleset hátterében ez a kórforma. Másodszorban pedig mindazok a tényezők, amelyek a vastagbél és a végbéldaganatok kialakulásában szerepet játszanak és ismertek, egyre nagyobb mértékben vannak jelen életünkben. Ezek közül talán nem befolyásolható tényező a genetikai ok, ami sajnos nagyon sokat nyomat alatba. Itt alapvetően a családi öröklésre gondolok. Általában ezek a kórképek családi halmozódás alapján jelentkeznek. Az ilyen betegeknél az elővigyázatosság, a korai szűrés, a fokozott odafigyelés még nagyobb hangsúlyt kap. Másodszorban pedig azok a tényezők, amiken mi is tudunk változtatni, vagy a betegek tudnak változtatni, gondolok itt főleg az étrendi tényezőkre. Ezen belül alapvetően a rostok számarányának a növelése, a folyadék mennyiségének a növelése, a rendszeres bélműködés biztosítása, ezek meghatározó jelentőségek. Sajnos étrendünkben egyre nagyobb arányban szerepet kapnak a húsok, a füstölt ételek, egyre nagyobb számarányban jelentkezik az embereknél, és ez kor szerint még inkább előre haladottabb a székrekedés kérdésköre, ami szintén hajlamosít ezen korállapotok kialakulásához. Tehát akkor a vörös húsokat, azokat mellőznünk kéne. Magyarul a magyaros konyha az pont abba az irányba hat, hogy az embernek nagyobb legyen az esélye arra, hogy valamiféle bélbetegség alakul ki nála, esetleg daganat. Én azt gondolom, hogy ha mint meg annyi más dologban a normál mértéket megtaláljuk ebben, akkor ezek az ételek is élvezhetők és alkalmazhatók. Nyilvánvalóan a szárnyasok, a halak és alapvetően a zöldségfélék, gyümölcsök számára ennek fokozása az egy nagyon-nagyon fontos tényező. Ettől függetlenül én azt gondolom, hogy mint gyarló ember ezeket az ételeket sem kell feltétlenül megvetni, csak a mértékletességet betartani ebben a dologban. Mennyire fontos a mozgás? A mozgásszegény életmód az nem csak a kardiovaszkulár, tehát a szívérendszeri betegségek esetében, hanem ugyanúgy a daganatos betegségek esetében is meghatározó. Ennek okai egyrészt visszavezethetők élettani fiziológiai okokra, ebben én azt gondolom, hogy mélyebben nem érdemes belemenni. Másodszorban tagadhatatlan, mint minden daganatos betegség és valamennyi betegség hátterében meghúzódó szellemi, pszichológiai háttértényezők, ezekben nagyon sokat jelentett a mozgás, a figyelemelterelés, az általános kondíciónak a biztosítása, és természetesen ezzel egyetemben következnek egy mozgásgazdag életmóddal, egyetemben következik az életmód, tehát az étrendi tényezőknek a betartása, azt gondolom egy fegyelmezett magatartás, gondolok itt a szűrővizsgálatokra, vizsgálatokon történő megjelenés, és még sorolhatnám. Ugyanakkor tény, hogy manapság a legtöbb felnőtt ember ülőmunkát végez, vagy legalábbis nagyon sokan ülőmunkát végeznek, és az is tény, hogy megpróbálják az étkezést minél gyorsabban és minél egyszerűbben megoldani. Tehát ezek az tényezők, ezek pont abba az irányba hatnak, hogy a kockázatokat növelik. Ez így van. Én azt gondolom, hogy mindenki a saját szerencséje kovácsa. Tehát azért mindenki saját belátással bír az egészsége irányában. Ez csak úgy vonatkozik az egészségre, mint egyáltalán az élet bármely területén. Tehát én azt gondolom, hogy aki az íróasztalhoz kötött, aki rá van kényszerítve arra, hogy nem tud rendszeresen étkezni, ott is be lehet tartani olyan rendszabályokat, illetve ki lehet építeni egy olyan rendszert, amely azért, ha nem is teljesen az egészség tudatosságot jelképezi, de legalább szándékot tesz erre a dologra. Én azt gondolom, hogy az emberek jelentős részénél ez a szándék az, ami hiányzik sajnos. És elsődlegesen ez egy nagyon nagy kérdést vet elő, az egészségre nevelés kérdése, amit már a gyerekkorban és az iskolában kell
mint a nyugati példák sok esetben mutatják, elültetni gyakorlatilag a fejekben, és akkor későbbiekben ez sokkal rugalmasabban, sokkal gördülékenyebben működik ez a dolog, és nyilvánvaló, ha még a munkája arra is kényszeríti, hogy ő nem tud úgy étkezni, nem tud úgy mozogni, ahogy az kívánatos lenne, a saját szellem és neveltetése fogja előbb-utóbb rákényszeríteni, rávenni arra, hogy ezt más módon próbálja pótolni. És én azt gondolom, minden egyes apró mozzanattal már hozzá tudunk ahhoz járulni, hogy egészségesebbé váljon valaki. De ennek csak egy része a szűrőprogramok felhívása, a része ezeknek a tényeknek az ismertetése. Itt egy belső indítatás és alapvetően egy egészségnevelés az, ami meghatározza ezt. Már másodszor említette a szűrőprogramokat. Elvileg Magyarországon 2018-ban elindult a Vastagbélrák országos szűrőprogram. Ha nem is feltétlenül itt Újpesten, hiszen a szakrendelő nem illetékes ebben a szűrőprogramban, de máshonnan van-e tapasztalata, benyomása arról, hogy ez hogyan működik, mennyire sikeres? Én bevallom önnek őszintén, hogyha némi saját tapasztalatot vagy saját véleményt hozzáfűzhetek ez a dologhoz. Én azt mondtam, hogy az embereknek a hozzáállása véget, ez egy kellemetlen, ugye mindannyian tudjuk, hogy a szűrőprogram, illetve nem tudjuk, de két lépcsőből épül föl. Ennek az egyik része a nagy tömegeknek a szűrésére a házi orvosi ellátás keretében történik, ahol a széklet vizsgálata által történik a rizikócsoportoknak a kiszűrése, és ez alapján a betegeknek egy második körben a célzott tükrözéssel történő vizsgálati sémája. Konkretizálhatjuk, hogy mit keresnek ilyenkor a székletvizsgálat során? Székletvér, tehát ez egy emberi vérre specializált vért mutatja ki gyakorlatilag ez a vizsgálat. És ezeknél az esetekben, amely vizsgált pozitív eredmény, ott mindenképpen indokolta az endoszkópiának, a tükrözésnek az elvégzése, de ugyanakkor fontos kihangsúlyozni azt is, hogy ennél a vizsgálatnál a negativitás azért nem 100%-os negativitást okozhat. Ebből adódóan, hogyha egyéb tényezők, családi halmozódás, olyan irányú panaszok előfordulnak, ettől a vizsgálat eredményétől függetlenül a tükrözés, mint gold standard alapvető megoldása a szűrőprogramnak vagy a szűrővizsgálatnak feltétlenül indokolt. Sokan nyilvánvaló okokból kifolyólag óckodnak a vizsgálattól, hiszen kényelmetlen, kínos, kellemetlen, fájdalmas is lehet. Így van. Sajnos a vastagbélszűrés az ellentétben a többi szűrővizsgálattal, mint mondjuk a mellkasröntgennel, vagy a nőgyászati vizsgálatok egy jóval kellemetlenebb vizsgálat. Jóval nagyobb procedúrával jár, megelőzően egy hashajtást kell végezni, ami önmagában megterheli az embert. Ezt követi a vizsgálat, ami szintén mind testileg megterhelő, mind az adott viszonyok mellett azért, bár én azt gondolom, hogy az ebben a tárgykörben dolgozó személyzet maximális odafordulása ezt kompenzálja, de mégiscsak lelkileg egy megterhelő dologról van szó. Ettől függetlenül sajnos nem tudunk eltekinteni tőle, és a találati biztonsága és az érzékenysége ennek a vizsgálati módszernek nem helyettesíthető más vizsgálattal. Nyilvánvaló, hogy ezeken lehet finomítani. Tehát itt elsődlegesen a vizsgálat érzéstelenítési módozatai. Ezt a vizsgálatot én azt gondolom, hogy kulturáltan altatási feltételek mellett lehet elvégezni. Ez módot ad arra, hogy a beteg gyakorlatilag semmit nem érez a vizsgálatból, utána van némi kis diszkomfort, növeli a vizsgálat találati biztonságát, miután kiküszöböli a beteg komponest, hogy úgy fogalmazzam, a vizsgálat formájában. Tehát magyarul nem mozog a beteg. Így van, nem mozog a beteg, nem reagál a kellemetlen részekre, magasabb a teljes vizsgálatok elvégezhetőségének aránya, magasabb a vékonybél megtekinthetősége, hosszabb időintervallumot ad esetlegesen a vizsgálat kapcsán elvégezhető terápiás beavatkozásokra, és meg annyi előnye van. Én azt gondolom, hogy a beteg szempontjából van a legnagyobb előnye, hogy számára komfortos, a szakma szempontjából pedig az előbb felsorolt tényezők alapján kívánatosabb lenne, ha ezt konkrét altatásban lehetne elvégezni ezeket a vizsgálatokat. Ettől függetlenül sajnos az alapellátási gyakorlatban többségében ezt érzéstelenítést nélkül végezzük, ezt a vizsgálatot. Köztes megoldásként alkalmazunk olyan fájdalomcsillapítási módszereket, amelyek azért sajnos végesek, és pont a vizsgálat jellegéből adódóan nem mindig érünk el célt vele.
és nem mindig végezhető el teljes mértékben a vizsgálat, illetve, ahogy korábban is említettem, a felhatolás mértékét, a találati pontosságot jelentősen korlátozza. Ezen a téren én azt gondolom, hogy van még hova fejlődni. Maga a szűrőprogram, ami elindult 2018-as időintervallumban, ugye önmagában a házi orvosi szűrési program a nagy tömegek szűrésénél a székletvér, az érzékenyített, szenzitizált székletvér meghatározás esetében már egy nagyon lényeges rizikócsoportot ki tud szűrni, és mindenképpen látótérbe hozza azokat a betegeket, akiket a későbbiekben feltétlenül tükrözni kell, hiszen náluk nagy valószínűséggel vagy találunk olyan elváltozást, ami megoldható, vagy remélhetőleg korai daganatot találunk, ami vagy endoszkópos, vagy sebészeti megoldással, de gyógyító jelleggel megoldható ebben a formában, tehát ezeknek a számarányát mindenképpen megnöveli. A vizsgálatoknál, ami nagyon-nagyon lényeges, hogyha a részleteire rátérhetek ennek a szűrővizsgálata, a sarkalatos pontja az előkészítés miensége. Az előkészítés egy nagyon-nagyon lényeges dolog, hiszen ha megfelelő tisztasága a beteg, akkor sokkal érzékenyebbé tehető ez a vizsgálat. Második lépcső, amiről már beszéltünk, az érzéstelenítés formátuma, ez szintén jelentősen növeli. Ezen túlmenőleg pedig azt gondolom, ami a szűrőprogram keretében megvalósult, az eszközpark fejlesztése, az lehetőséget ad arra, hogy megfelelő valóban európai vagy világszínvonalon történjenek meg ezek a szűrővizsgálatok. Akkor beszéljünk még mindig arról, hogy adott egy páciens, vagy van panasza, vagy nincs, de szűrővizsgálatra el kellene menni, és nem szívesen teszi. Ön mivel győzné meg? Mert nyilván meg szeretné győzni, hiszen minél több ember meg van szűrve, annál kevesebb diagnózis fog születni. Én azt gondolom, hogy itt visszakapcsolódunk a beszélgetésünk elején, mert említette, ez az egészségkultúrának a része kell, hogy legyen. Tehát az, hogy valakinek indítatása legyen arra, hogy én élni akarok, egészségesen akarok élni, hosszú ideig akarok élni a családomért, a közösségért, a munkámért, egyebek, ez kell egy indítatás. Tehát ez én azt gondolom, hogy mindenképpen fontos. Másodszorban nem vagyok benne biztos, de talán jó irányvonal, hogyha az esetleges következményeket és szövődményeket előrevetítjük. Ez példaként a tüdőrák esetében, ugye, ami a leggyakoribb halálok, ugye például a cigarettás dobozokon vázolt képek, én azt gondolom, hogy azért egy íbbelátású embert elgondolkodtatnak mindenképpen. Ugyanígy, hogyha a vastagbéldaganatok esetében megfelelő felvilágosítás történik, az ellátás magasabb szintjéig, gondolok itt a műtéti ellátás, ezeknek a műtéteknek a súlyossága, a bélkivezetés, bélhasfali kivezetésének kérdésköre. Ezek azért mind olyan dolgok, amit titkon mindannyian félünk tőle, és mindenki el akar kerülni. Ezeket a tényezőket, hogy egy picit a felszínre hozzuk, az alapellátás keretében a betegeket tudjuk motiválni ebből a szempontból, akkor én azt gondolom, hogy már nyert ügyünk van. De legfontosabbnak mindenképpen az egészségnevelést gondolnám ebből a szempontból, és innen indul az egész. Mit tapasztal, hogy korán felfedezett esetben a vastag végbéldaganatok milyen arányban gyógyíthatók, ha ezt így mondhatom, hogy gyógyíthatók, de hogy tarthatók kordában? Így van. Én azt gondolom, hogy a vastagbéráknak a legmagasabb százalékban tökéletes gyógyítható formája a megelőzéssel történik, amikor valakit szűrővizsgálat jelleggel megtükrözünk, és nem találunk semmit. A másik viszont a korai vizsgálatnál, hogyha a daganatok jelentős hányadban a vastagbélben jelenlévő polipokból alakulnak ki, addig, amíg a épp nyálkahártyából a polip kialakulása, azon keresztül többszöri szövettani eltéréssel a daganat kialakul, ez az esetek legnagyobb részében ez évek, hosszú évek sorozata. Tehát itt azért van időnk arra, hogy ezt felfedezzük. Sajnos ennek a folyamatnak csak a végén jelentkeznek tünetek, tehát ebből adódok, hogy a tüneteket képző betegeknek a felismerésénél már többségében sebészi, beavatkozásra van szükség, vagy uram bocsát, sajnos nem tudunk segíteni ezeken az állapotokon.
Tehát mindenképpen ezért fontos az, hogy a szűrővizsgálatokat, azokat egészséges emberen, tehát nem tünetet mutató emberen végezünk el. Pontosan a korábbi a függvényében a vizsgálat kellemetlensége, meg pszichés terhe véget, ugye az embereket nagyon nehéz erre rávenni. De mindenkinek, és én azt gondolom minden orvosnak, és itt főleg az alapellátásban dolgozó orvosoknak, házi orvosoknak, egészségnevelésben szerepet játszó kollégáknak borzasztó nagy szerepe van, hogy az embereket informálják erről a dologról, arról, hogy van mód arra, hogy ezt a folyamatot megelőzzük, vagy ha a korai felismerés megtörténik, akkor nagyon-nagyon magas százalékos arányban teljes gyógyulást lehessen elérni. Én azt gondolom, hogy az orvosi szakma és a műszerezettség, a technika fejlődése ma már nagyon sok mindenre ad lehetőséget. A korai daganatok felfedezésénél az endoszkópos, tehát a tükrözés során elvégezhető beavatkozások számaránya borzasztó mértékben fejlődik. Így módon gyakorlatilag nincs hasi meccésre, nincs műtétre szükség, bár ezek is műtét szintű beavatkozások technikai vonatkozásban, illetve a sebészi vonatkozásokat tekintve ma már nincs szükség hatalmas meccésekből megoldani egy vastagbéldaganatot, ha időben föl van ismerve, hanem laparoszkópos technikával, néhány ponton, kisebb meccéssel, esztétikusan párnapos kórházi bentléttel orvosolható ez a folyamat, és hangsúlyozandó, hogy úgy orvosolható, hogy sokkal magasabb arányban, mint a korábbiak, teljes gyógyulást lehet elérni. Nyilvánvaló, hogy ezeknél az állapotoknál, akinél egy ilyen beavatkozás már megtörtént, igazolásra került, műtéten átesett a beteg, ilyen esetben is a beavatkozást követő szűrővizsgálatoknak a fontossága továbbra is nagyon-nagyon lényeges, hiszen sajnos számanényét tekintve akár 20-30%-kal nagyobb arányban alakulhat ki szinkrom vagy egyéb szervekben lévő daganatos elváltozás, tehát náluk különösen fontos ezeket a szűréseket elvégezni, de mind a számadatok, mind a tapasztalatom azt mutatja, hogy a korán felfedezett folyamatok esetében igenis teljes gyógyulás érhető el, teljes életminőség, még ha műtétre is sor kerül, a teljes életminőség és élettartam visszaadásával. Akkor tehát szűrés, szűrés, szűrés. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, igen. Dr. Vagács Tibor, sebész gasztroenterológus szakorvos, nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad. Nagyon szépen köszönöm a meghívásukat.